Szervusz, köszöntöm a napindító nézőit. Itt vagyunk Csömör határától nem messze, és ugye a koronavírus járvány óta egyre többen mennek ki a természetbe, egyre népszerűbb lett a vadkempingezés is. Erről beszélgetek vendégemmel, Farkas Györggyel, a Magyar Hegyi Vezetők és Hegyi Túravezetők Egyesületének elnökével. Elsőként az lenne a kérdésem, hogy legális vagy illegális a vadkempingezés? Jó reggelt kívánok mindenkinek! Hát hazánkban legális. Ez érdekes módon a környező országokban ezt nem mondható el. Idehaza a nagy átlagot tekintve legális a vadkempingezés. Ezen belül is két módot tudunk megkülönböztetni. Az egyik, amikor egy túrán haladunk, megállunk éjszakára, ott alszunk. A másik, amikor klasszikus, amikor kitelepül a család, viszi a táskarádiót, a kempingszéket, a nem tudom milyen szamovárt. Ez inkább a megtűrt kategóriába tartozik, ezt az erdőtörvény, illetve a természetvédelmi törvény szabályozza. Hogyan csináljuk ezt mindezt szabályosan? A tulajdonosnak, a terület tulajdonosának vagy kezelőjének mindenképpen jóvá kell hagyni, vagy nem szabad elleneznie. Ez azt jelenti, hogy ha a tulajdonos ezt akadálynak tekinti, hogy ott vagyunk a területén, akkor azt mindenképpen el kell hagyni. Önkormányzatok, erdészetek, ilyesmiket kell levelezni. Ez a szabályos verzió. Hát nem tudom azt mondani, hogy mindenki ilyen jogkövetően végzi ezt a tevékenységet, de többnyire békében, egészségben. Magyarországon melyek a legnépszerűbb vadkempingezős helyek? A kirándulók, túrázók körében ez a prédikáló székés környék, az a kilátó, a Dunakarnia nagyszerű rálátást mutat a tájra. Talán a családok kitelepült vadkempingezéseinél a vízpartok vannak előtérben, ilyen a Duna és a Tisza része. Tehát ezt lehet mondani. Hogyan készüljünk fel egy ilyen vadkempingezésre? Ma már sátort sem szoktak vinni, egy ponyva akár az is elég, de hát az otthon kényelmét szoktuk kivinni, hogyha egy ilyen kitelepült családias nyaralást vagy hétvégét szeretnénk tervezni. Mindenképpen olyan dolgokkal kell megküzdenünk, ami otthon azért ez eltörpül a feladat, itt gond. Erre gondolok például a higiéniai részekre, ezt érdemes odafigyelni, hiszen a területet úgy érdemes átadnunk, ahogy átvettük. Ez azt jelenti, hogy nyomot ne hagyjunk magunk után, szemetet, minden egyebet azt nyom nélkül kell átadni. Ha mégis összefoglalna, hogy melyik a legszükségesebb felszerelések? Én úgy gondolom, hogy ha valaki kinalszik, akkor valamiféle ágyszerű derékaj, ugye a klasszikus ez a polifómnak nevezett fekvőhely, egy hálózsák, ez mindenképpen szükséges. Én mondanám a szúnyogirtót a békés napnyugtákhoz és az éjszakákhoz, lámpát mindenképpen, hiszen a jelentős része sötét lesz, és akkor ezen belül valami főző alkalmatosság, akár bográcson is lehet, ha nincsen éppen tűzgyújtási tilalom. Ezek a legfontosabb részek. Aztán utána már lehet bővíteni a listát a petrolom lámpán át, én nem is tudom milyen kis asztalokig, és az otthonról elhozott mindenféle kegytárgyakig. Mennyire számít veszélyesnek a vadkempingezés? Hát civilizációs betegségek sújtják ezt az ágat. Ez azt jelenti, hogy attól az egy darab kóbor medvétől nem igazán kell tartanunk, de azért érdemes odafigyelnünk a kóbor kutyákra, a róka tudja esetleg az ott felejtett szemetünket, vagy az élelmiszertartalékunkat megdizsmálni, illetve hát jobb ezt csoportosan, nem egy személyben csinálni, ezzel is védve magunkat mindenféle egyéb olyan dologtól, ami megzavarhatja a nyugalmunkat. Itthon tehát legális a vadkempingezés, és a környező külföldi országokban mennyire lehet vadkempingezni? Erdély az egy ilyen zavaros terület, a természetvédelmi területeken ott erős korlátozások vannak, de ott viszonylag engedik, de tulajdonképpen a többinél sehol. Azt el lehet mondani, tehát például Ausztriában, Szlovákiában kifejezetten tiltott tevékenységről beszélünk, elég komoly büntetésekkel sújtják az embert, Horvátországban szintén, tehát az a tengerparton alszunk majd egyet, ez sajnos ma már ezen túllépett a civilizáció, ezt így nem engedik. Farkas Györgynek, a Magyar Hegyi Vezetők és Hegyi Túravezetők Egyesületének elnökének köszönjük szépen az információkat. Tehát, hogyha utolsó pillanatra hagyták a nyaralást, akkor biztosan izgalmas és kalandos lehet a vadkempingezés. Köszönöm a figyelmüket, szó a stúdióé. Köszönjük, Szabina, nagyon hasznosak voltak ezek az információk.